Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Check It Out mostani új videójába. Itt van velünk Jankó, a kriptokurjantó, hiszen ő is egy masinista, kriptomasinista. Jó reggelt! A nevem Jankó, és az itt a Check It Out. Oda vigyázzatok magatokra, oda figyeljetek, mert nagyon jókat fogunk itt most beszélgetni magunknak. Csináljuk! Mi a helyzet? Minden rendben veled, Jankó. Szoktál mostanában még? Szoktál még mostanában hirdet falmolgatni, meg ilyesmi? Ha szoktam, igazából én stékelgetek, én úsztatom a búlomba a koinkákat, aztán akkor ahogy megyek a lézerkamacsra, nagyon szeretem gyűjtögetni, aztán időnként kipakolgázom magamnak a buttonykába, az abból beszállok olyanokba, amiben még nem vagyok benne, ez a szokásom nekem. A lézerkamat, az látom, most is süt rád oldalról. Igen, két irányból jön mindig. Jó van, figyelj, Jankó, aztán milyen yield farmokat szoktál használni? Beszélj nekünk erről. Hát kérlek szépen, például az első ilyen kamatozó lehetőség, amit csináltam valaha, hiába volt büdös a környék, körülötte a YouTube-on mindenki hagyigálta az információt, hogy jaj, mekkora jár, mert lesz, miért fogok már rajta drögni, az a hex volt, kérlek szépen, hogy ott az egyetlen dolgot, hogy berakod, azt nem veszed ki, mielőtt ki kéne venni, vagyis hát te mondod meg, fiam, hogy lerakod, ott hagyod valameddig, te halítod be magadnak, azt amikor már lejár az az idő, akkor ki tudod magadnak menni, de ha előtte vezet le, nagyon csúnyan lerand. De nekem az egyetlen mákom, mert akkoriban még én nem nagyon voltam kitanulva ebbe az egészbe, én belehagyigáltam oda XRP profitot egyébként. Azt a legnagyobb szerencsém az volt, hogy ezt ugye le kellett kötni, mert egy pár nap múlva már csak a, mit tudom én, egyharmadát érte neki. Ma biztos eladtam volna, mert akkor már nagyon mérges voltam az ilyen ár leesésekre. Nem tudtam kivenni, azt eltett szépen egy évecske, akkor már ki tudtam venni ugye a betevőt, körülbelül olyan négyszeres profitkával, de a nagyobb része hosszabb időre volt lekötve, az meg ma olyan 20-szoros bal, még így is, hogy ugye nagyon le van pugyma, akkor van neki a pofalja a hexnek. Úgyhogy izgulok is értem, mert körülbelül olyan 3 év még, mire azt ki tudom onnan kamatyolni, de hát ha most lemegy nullára, én ma akkor is örülök, mert ma ami megvan, az ma megvan. Hát ha lesz kinevelő, akkor még lesz betevő is, nem? Igazán ja. A következő projektnek. Ja, és akkor mit akartam még? Hát ugye voltam a Pancake Swap-on, a palacsintát is nagyon szerettem mindenfélével, lekvárra, a kolbasszal, a kókusszal, ami éppen van otthon. Aztán akkor ott is kamatyoltam jó ideig egyébként, az is nagyon jó volt. Kipróbáltam többféle token kamatot, ugye, mert nem csak a Pancake-et tudod kamatyolni, hanem tudod másféléket is adogatni. Aztán, amikor bejött a divatba ez a biszvapka, azt is kipróbáltam, aztán a végül, amikor már nagyon elkezdett putymalkodni a palacsinta, akkor én úgy döntöttem, hogy az egészet átrakom a biszvapba, ami azóta is egyébként nagyon jó hozzá, volt egy nagyon szép pumpa is, amiből lehetett ugye kivenni jó oldag manit, aztán a többit azt meg ott hagytam, hogy kamatyoljon magának tovább, hogy meglehetjük, merre megyünk. Szerintem egyébként nagyon jó csinálják ők ott a marketinget, mindig kijönnek valami új dologgal, mindig van valami. Szóval én azzal még mindig így pozitívban vagyok, hogy szerintem ez még valószínű fog menni, lehet, hogy rosszabb időket is meg fog élni, de szerintem van benne lehetőség. Biszvapék igazi kriptomasinisták szerintem egyébként, hogyha ilyen szempontból nézed, még játékokat is szoktak csinálni. Aztán van-e időd játszani ilyen NFT gaming játékokkal, Jankó? Tudod-e mi az? Kérlek szépen, én a Tetan Arena-t szoktam néha pökötkézni, de annyira nem az én világom egyébként. Azért tetszett a Tetan Arena, mert ugye, ahogy te szoktad mondani, vannak ezek a click to earn-ök, meg a play to earn-ök. Na most ez play to earn kategóriába tartozik, ami nekem azért szimpatizáns, mert te tudod befolyásolni a csata kimenetelét, a saját önnön bökötkézési tehetségeddel. Ráadásul még ugye van benne ez a voice chat valami, amivel még össze tudjátok hozni a csapatot, hogy együtt működjenek, azt akkor mindig arra lőjél, meg oda mennyi, ide mennyi. Szóval stratégiailag lehet befolyásolni csapat szellemmel a csata kimenetelét, hogy az ingyen pénzt azért meg tudjuk kapdosni. Na most a click to earn-nél meg ugye az volt, megnyomott, azt akkor ez a szerencsekerék jellegű, nagyon túlprogramozott intelligencia majd megmondja neked, hogy mi volt, hogy volt erős, nem erős, ennyi. Ahogy jó. Szóval igazából a Tetan Arena az egyetlen, amit itt szoktam bekötkézni. Tetan Arena jut eszembe, van egy gyerekkori barátom, Csabának hívják.
aztán játszottunk ilyen komputeres játékkal, mert néha azt is kell, mert kell egy kicsit elengedni ezt a kriptovilágot, és akkor úgy döntöttünk, hogy megmutatom neki ezt a Tetán arénát. Nagyon bejött neki. Tehát az, az egyetlen olyan játék nekem is, amivel játszok, de egy effektíven tényleg telefon, számítógép. De ezen kívül Click to Earn, ahogyan te is mondtad, hogy én így szoktam hívni, hiszen tényleg olyanok, de a Bump Kriptótól elkezdve most kijött ez a zombies, az a nyuszik a zombik ellen, meg minden kutya fene. Igazándiból csak naponta bekattintgatod, tőt jön, pénz, oda-vissza, szóval ezek is jók, csak én szeretem az ilyeneket, de hogyha van, mivel játszani kell tényleg, és időt elfoglalni, akkor az legyen egy játék, ahol tényleg szórakozni mész, nem azért, mert pénz, játszol, és mellette kapsz is a játék, maradjon játék, én azt mondom egyébként. Ja, pontosan. És mit szólsz ezekhez, ez a metaverzékhez, mert igazándiból bármi játék az már metaverze, hallottam nálad is. Ha persze, hát ez a metaverze, ez most olyan jelző, mint a élelmiszeriparban a bióta. Azért rá kell írni, hogy valamilyen réteget el tudja érni, ami speciálisan kitűztél magadnak. Igazából ennyi, de hát oda kell írni, érted? Szerintem egyébként sokféle elmélet van erről a metaverzumról. Ugye mondják azt, hogy a metaverzum az egy valami metaverzum, de szerintem is ugye az van, hogy ebben többféle világ, mondjuk dimenzióknak, többféle dimenzió bele kéne, hogy férjen, és hogy ez akkor lenne igazi, hogy amikor a dimenziók között lennek átjárók, mondjuk az a fura ebbe például, hogy mondjuk beszéljünk a Big Time-ról, ami ugye az igazából egy ilyen World of Warcraft-szerű blockchain téma lesz. Na most ott átmész egy átjáról, azt mondjuk átmész a bomb kriptóba, érted? Most akkor a pofarba belecsapódik egy ilyen kétdimenziós mögöttkézős, ezért, hogy ez hogy néz ki együtt a két dolog. Azt erre például én abba gondolkodtam, most térjünk is át akkor a Metahero-nak a Everdome-jára, ami mondjuk már úgy tervezik, hogy ez egy normális ilyen VR-os, sétálsz ott magadnak egy-egyben a szobába, mész a kontrollerekkel, nézel jobbra-balra, körülvesz a dolog, hogy abba például ezt a bombkriptót bele lehetne pakolgázni, amit én például úgy csinálnék, hogy mi lenne, ha én csinálnék magamnak egy játéktermet a metaverzumban, érted? Ahol ilyen arkádizék vannak, bedobod a egy darab Metahero-t, azt tudsz rájátszani, vagy nézni azt a izét, Super Mario-t, meg a bombkriptót, meg a, mik vannak még, hát tudod, ezek a butább játékok, érted? Hogy akkor meg lehetne oldani, hogy nem kell ott átjáron átmenni, hanem a metaverzumban használsz egy olyat, ami igazából nem metaverzum, csak rá volt erőtetve marketing ügyileg. Hát de most képzeld el, hogy a Cukorhegy barátunk megfogja, beköti az agyunkba azt a sok kis kábelt, ez az agyszippantó átalakítót, nem tudom, fölteszed a szemüveget hozzá, azt eltűnsz a világba. Onnantól kezdve persze teljesen, én nekem is ezen az elven vagyok, hogy mennyire jó lenne egy metaverzum, ahol bekerülsz egy világba, csak húzogatod a képeket, most ezzel játszok, most azzal játszok, most amazzal játszok. Aztán a végén igazándiból az lenne mindezek a képek, amikor a csávó így ül benne a sarokba, szippantja le az agyát neki a kábel, és igazándiból ez a hátránya, tehát van előny és van hátrány egyébként. Bizony. Beszélgettem egy ismerősömmel, bocsánat, hogy ilyen metaverzumos bevásárlás. Tehát én is szoktam online vásárolni, dolgokat megrendelni, sőt, nem is szoktam sokszor már lemenni a boltba, mert online összekattintgatom, kihozzák táskába. De most képzeld el, hogyha elmész online bevásárolni, szemüvegbe, kábellel a fejedbe, és igazándiból onnantól kezdve már hova fogsz kimenni a való világba? Ha persze, igen, ez ilyen disztópikusan hangzik ez az egész. De hát én azt mondom, hogy ugye magában a kriptóban azért mondjuk úgy, hogy félig, ez ilyen 50-50, hogy félig vannak azok, akik nagyon ráturboznak ezekre a kulakoinokra, hogy menjen a pénz, meg van, aki ezt tanulja, tényleg tudatosan csinálja, pakolgázza a dolgokat, hajtja a kamatyot. Tehát azok az emberek szerintem, azoknak megvan a lehetőségük, hogy ezt a dolgot kihasználják. Tehát most ennek van egy hype-ja, pumpázgassák fölfelé, éppen fejlődőben van a technológia, ugye nem hiába mondják azt, hogy a blokklánc az most ott tart, mikor annó az internet, a betárcsázós internetné. Szóval ebből még olyan dolgok jöttek, hogy még rálátásunk sincsen. Ezt a dolgot kell meglovagolni. Aztán a metaverzummal kapcsolatban meg úgy kell gondolkodni, hogy nekünk ez egy lehetőség, hogy hatalmas profitot tudjunk termelni belőle, még ez az egész kifejlődik, de én is úgy vagyok, hogy biztos ki magam ezt próbálni, de nem akarok rájakadni, én itt a valóságban akarok magamnak a kriptoprofitból valami új dolgot építeni, érted?
ami segít a társadalmon, meg főleg a szűk környéken, mert ugye azt mondják, hogy meg kéne menteni a világot, szerintem meg azt kéne csinálni, hogy nagyjából mindenki magát mentse meg, mert ha mindenki megmenti magát, megmenekül a világ, érted? Gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan. Ez egy alapvető dolog. Teljesen igazod van egyébként, mindenkinek először saját házatáján kell körülnézni, és persze nyilván ugye mindenkire rá van bízva az, hogy milyen dolgokkal kezd el foglalkozni a kriptóban is, mert nagyon sokan egyébként azt veszem észre, hogy kijönnek a játékok, csináltam erről egy videót is, hogy meg lehet-e belőle élni az ilyen NFT játékokból. Ja, meglátogattam. Meglátogattad? De mit gondolsz erről? Meg lehet belőle élni, vagy nem? Hát, ahogy te is mondtad, hogy bizonyos országokban ebből meg lehet élni. Meg ha az ember annyira rá van kattam, vagy mondjuk tényleg a 8 órás munkája helyett mondjuk 12 órát vagy 14-et játszik, azért abból meg lehet csinálni a napi bevásárlást, meg ilyennek, ha okosan csinálja az ember, de hát ez azért szerintem nem egy életszínvonal, hogy ezt így csináljuk. Nyilván, meg a nagy igazság az az, hogy az ilyen játékokhoz kell egy rohadt nagy tőke is. Tehát, hogy el tudjad kezdeni az ilyen játékokat, előtte még ki kell menni a farmra, meg yieldelni mindent össze-vissza, majd összegyűjteni, aztán elkezdeni játszani, de ugye nyilván ugye vannak olyan játékok, amivel játszani kell, ez ugyanigaz lesz metaverzumra is. Ott nem játszani kell majd a metaverzumban, hanem játszani is, tevékenykedni is, és ez ugyanúgy időigényes, és biztos vagyok benne, hogy nem az lesz, hogy fölcsattant egy szemüveget a fejedre, minden ingyen lesz. Tehát oda is kell majd tőke, úgyhogy ezekre úgy kell gondolni, hogy ezek is ilyen befektetési dolgok, és azokat meg ugye mindenkinek magának kell kezelnie. Igen, ez egy új virtuális gazdaság. Így van, így van. De való világban nyitunk egy virtuális gazdaságot is. Ott aztán lesz minden. Vehetsz ugye már most is virtuális telkettől elkezdve, virtuális háziállatokat, mint a Tamagocsi, annó kis kütyük, van már minden dögivel, és igazándiból ezek mind az NFT-knek köszönhetőek. Nem tudom, az NFT-ket kedveled egyébként? Hát én az NFT-kkel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy szintén van egy nagyon jó oldala, meg van egy nagyon sötét oldala. Ugye vannak ezek a plecskák, hogy nagyon nagy money laundering, ilyen pénzmosós akciók történnek ott háttérben. Annak viszont örülök, mert én magamról tudom, hogy például az ilyen vizuális, művészeti ágba pénzt csinálni, az időnként nagyon nehézkeny. Ez viszont egy új lehetőség, egyrészt új tehetségeknek, hogy fölvillantsák a tudásukat ilyen NFT marketplace-eken, másrészt meg ugye a nagy művészek is kapnak egy új lehetőséget, hogy teljesen eddig nem létező új piacon tudják értékesíteni a művészetüket. Igen, itt az a baj ezek az NFT-kkel szerintem, Jankó, hogy ugye amire tervezték ezt az egészet, hogy non-fungible token, tehát ezeket lehet különböző adásvételi szerződésekre használni, birtokjogokat ebbe elkönyvelni, hiszen ez mind a blockchain házaton van, de az első nagy őrület ezek a gyűjthető NFT-k voltak. És nem tudom, tehát hogy teljesen jó dolgok ezek a gyűjthető NFT-k, de mostanában ugye az olyan utility NFT-k, aminek van valami képessége, mint például a játékokban, hogy velük játszhatsz, fejlesztheted őket, stékelheted őket, nyilván jó volt a menőbek. Ja, hát én azt mondom, hogy a magas művészeknek maradjon meg az a lehetőség, hogy semmilyen funkcióval el nem látott művészeti alkotást tudjanak eladni. Egyébként meg a hálózatoknak, meg az új trendi művészeknek szerintem már azon kéne gondolkodnia, például akinek nincsen már alapvető hírneve, hogy valami olyan funkciót építsen bele, ami nagyon különleges. Nyilván, nyilván. És akkor lehet ezen az ágon szerintem tovább haladni, hiszen mostanában már ezek a gaming NFT-k nagyon előre törtek. Ja. Egyébként próbálkoztam én is ilyen NFT-vel, kisebb-nagyobb sikerrel, ugye volt az ötletem, hogy csinálok egy ilyen check-it autós támogató NFT-t, hogyha azt megvásárolod, akkor van egy tök menő kis NFT-d, szerintem menő, de mindegy, és akkor ahhoz kapsz egy ilyen pólót, amiben van egy NFC chip elrejtve, amiről csináltam már videót is. Igazándiból megpróbáltam úgy beárazni, hogy ne legyen mínuszos, $65-ra dobtam be, de nem nagyon kelendő, szóval én ezt a témát így volna elengedtem, viszont én mindenkitől szeretnék így vásárolgatni NFT-ket, ezért akarom megkérdezni, hogy lesz Jankós NFT? Nyilván már kész van egy pár egyébként, de ezt a dolgot egy kicsit elnapoltam, mert nekem én úgy gondolom, hogy tehát még ehhez tanulnom kéne, és én is szeretnék valamilyen funkciót beépíteni, és nem akarok sok mindent elplegykálni róla, de a lényeg az, hogy én nagyon szeretném, hogy az én NFT-im majd annó
a különböző, mert hát igazából a 3D-s VR metaverzumokban lehessen használni, tehát ott legyen funkciója. Ez egy hosszú távú terv, nyilván lesz vele egy csomó munka, csomót kell tanulni, de én ezt szeretném. Akkor ilyen jövőbeli tervek lesznek. Ja. Visszatérve egyébként a gyűjtető NFT-kre, velük például az alapvető probléma amúgy az, hogy mindegyikből van meg 5, meg 10 ezer, meg 20 ezer darab, és például művészetileg azért nem tartom azt nagyon nagy dolognak, mert például az van, van is egy oldal egyébként, várjál, mindjárt megnézem, de majd elküldöm neked a linket, az légy szíves, majd a kommentbe egy tizé pakol be a népnek, hogy meg tudják nézni, nft-innovation.com, ott van egy nagyon jó cikk, hogy hogy tudsz magadnak csinálni 10 000 darabos NFT kollekciót piacra. Mert egyébként az van, hogy a 10 000 darabos kollekciók is úgy készülnek, hogy nem rajzolnak 10 000 darab NFT-t, könyörgöm, mert kinek van erre ideje, meg tőkéje, meg hány ember kéne hozzá, hanem kitalálják maguknak, hogy kell ugye a háttérszín, kell ugye a pofa, kell a ilyen-olyan bajus, meg szemüveg, meg kalap, meg ilyenek, és akkor ezt utána bepakolgázzák egy ilyen mesterséges intelligencia előre megírt mixelő szoftverbe, ami aztán kiszámolja magának azt a 10 000 darabot egy kattintással, azt már mehet is a piacra hány száz eteré. Aztán van 10 000 Jankó, amit nem akarsz te se. Igen, pontosan ezt nem akarok. Igen, igen, ezeket én is nézegettem, és ezek persze tök jók, meg ezekből lehet jó projekteket csinálni. Én ezt próbáltam kombinálni azzal, hogy szerettem volna egy olyan kollekciót Chris Bow-val, ő nagyon tetszik az ő munkálatossága, hogy megrajzolt NFT-k, és akkor ezt kombinálni az ilyenekkel. Egyelőre ezzel még nem haladtunk, mert kicsit leálltam ezekkel az NFT témákkal, mert úgy éreztem, hogy a nézők annyira nem nyitottak ezekre az NFT-s dolgokra, hiszen mindenki most már inkább a gaming felé megy. Úgyhogy egyébként ideje informálódni és fejleszteni magunkat. Szoktál egyébként nézni ilyen helyi csatornákat, külföldi csatornákat? Szoktad magadat fejleszteni ilyen? Persze, bőven. Azért a karrierem elején én nem nagyon voltam rápattamva, én egyébként elmondom, itt bevallom őszintén, hogy 6 hónapig erős mínuszban voltam, mert össze-vissza ugráltam coinból coinba. Egyébként ez meg szerintem mindenkivel előfordul, látom azokon a barátaimon, akiket bevonzottam ebbe a piacákba, ugyanazokat a baromságokat csinálja mindenki az elején. De rá kell jönni, hogy ezt tanulni kell. Egy csomó minden dologra rá kell látni. Meg kell tudni az új híreket, az új pletykákat, szóval ez nem úgy van, érted, hogy főhúzod a maszkot a fejedre, azt elrohangálsz az erdőben magadnak, azt lekongatsz mindent, hanem ezt ki kell találni az útvonalat előre, érted, stratégia kell, máshogy nem lehet csinálni. De van azért egy jó pár oldal, mondok is egyet, amit egyébként szerintem az összes külföldi influencer, meg ilyen hírember használ, ez a cryptopanic.com, a panikoló cryptopanic.com-ról. Ott általában mindenféle politikai, meg NFT, meg minden hír fel van. A másik, a Twitter, az körülbelül most hallod, egy ilyen kripto híroldal lett úgy, ahogy van. Tehát tényleg rákeresél bármilyen tokenre, bármire, mindig kiad valami új dolgot, lehet menni utána. Azt onnan elvisznek mindenféle kriptos hírportálra, abból is meg lehet tudni egy csomó oldalt, hogy lehet még nézelődni. Így van. Napi szinten is 2-3 órát bújom ezt a Twittert, egyébként, hogyha jól mondod, minden fönn van Twitteren, mindenki Twittert használ, és igazándiból Twitterről hova viszel téged? A médiumra javarészt. És ugye ott meg a cikkek vannak megcsinálva. Úgyhogy igazándiból, hogyha szeretnétek ilyen híreket nézni, Twittert nagyon javaslom, olvasni, tanulni, és megnézni több YouTube videót, különböző youtuberektől, köztük Jankó videóit is, mindenféleképpen, ha még nem lennétek feliratkozva, link a leírásba, meg majd lesz a Bubiba is, és esetleg még vannak olyan csatornák, amiket szoktál nézni YouTube-on? Csak itt autón kívül, persze. Persze, a alapjó emberek itt Magyarországon nyilván, ugye a Kripto Akadémia, a Defilevi, Pinke Attila és te, tehát ők a magyar arcok, akiket mindig nézek. Külföldön pedig, az a baj, hogy nekik van a neve is se tudom megjegyezni, de van vagy 3-4 blogger, és van TikTokon olyan arc, akinek állandóan minden baja van kriptóval, azt meg azért nézem, hogy azért néha lerángasson a földre. Tehát ő akkor is panaszkodik, mikor zöldben vagyunk, amikor meg pirosban megyünk, akkor ő már megmondja, hogy még melyebb fogunk menni. De és ezt akarom mondani, hogy például, amikor én kinézek magamnak egy új tokent, akkor nyilván ugye megnézem először a hivatalos oldalukat, ez már egy kutakodás része. Ott ugye a jobb helyeken fönn van egyrészt a white paper, másrészt meg a csapat.
az nagyon szeretem, ha vannak legalább fotók meg nevek, hogy kik csinálja a kesztet. Azt innen meg elmegyek például a LinkedIn-re, megnézem a csapattagokat, ha fenn vannak, mert ott azért vannak visszaigazolások különböző emberektől, hogy most tényleg csináltam-e azt, vagy csak én is odaírattam magamnak, érted, hogy 4 évig miniszterelnök voltam Dubajban, azt érted, ezt be lehet hazudozni, de ott azért kiderül, hogy tényleg mi az igazság. Akkor, miután ez megvan, rákeresek néha olyan kereső szavakra, kripto nevére, és kiegészítem azzal, hogy scam, meg problem, meg weak points, azaz, hogy gyenge pontok, meg bearish, tehát, hogy medvés, mert akkor kijönnek olyan hírek, amiket egyébként, hogy az influencerek nem arról híresek, hogy ezért állandóan azt mondják, hogy új, de ott ez a kripto, hanem pont az ellentétét. Tehát, ha nem kutakodol, akkor nem fogod tudni megtudni azt a véleményt, hogy mi lehet a rossz vele. Tehát így áll össze a fejemben a valóság ebből a nagy felhőből, hogy minden pontot minden szögből meg kell vizsgálni, hogy lássam a negatív véleményeket és meg a pozitív véleményeket is. Azt mielőtt még beleveszek, még egy dolgot megcsinálom. Vannak ezek a honeypot checkerek, ahol ugye egy lepróbálja neked egy ilyen robot, hogy most meg lehet-e venni, és el lehet-e adni. Azonnal ebből sokféle van, én ezért 3-4-be beszoktam szúrni a tokennek a szerződését, mert az a tuti. De azt tudom, hogy például a Google-ben valahol az első 3 találat között van egy olyan honeypot checker, ami mindenre azt mondja, hogy ne vegyék. Tehát az ezt is meg kell szűrni. Igen. Most ezt miért mondtam el ilyen hosszan, azt nem tudom. Mert ez bocsánat. Ez egy olyan fontos téma, amit igazándiból kezdőknek mindenféleképpen el kell mondani, mert sajnos a mai napig látok olyanokat, hogy belemennek emberek ilyenekből, YouTube videót néznek, ami egy összevágott baromság, mondjuk Elon Musk-kal, és küldik befele a kriptót. Jó? Ilyet soha. Csodálatos. Soha. Ilyet soha. Akkor oda kell figyelni olyan dolgokra, mint te is mondtad, hogy honeypotoktól elkezdve minden. Az a baj, hogy vannak olyan emberek, akik még megnéznek egy videót, és ugye belebíznak abba, hogy mondjuk te, vagy én, ezt leellenőriztük, akkor az tudkó. De az se jelenti, hogy tudkó, mert mondjuk én foglalkoztam vele 2 órát, te is 2 órát, akkor foglalkozzál vele te is 2 órát, nézz utána még egyszer, és utána vegyél rá, nem kell egyből szaladni, megvenni, gyorsan, FOMO, minden. Nyilván vannak ilyen ICO-k, amik elindulnak, és időből ott kell lenni, az már, de előtte föl kell készülni. Milyen tanács? Ez olyan, mint az újságírásban, hogy van egy hír, egy oldalról megtekinted, az abból nem lesz hír. Tehát minimum 3 oldalról legalább meg kell tudni, hogy mi van, mert abból alakul ki az igazság. Talán. Nyilván. Gondolom, így mondhatnánk még 1-2 tanácsot, így főleg ilyen kezdőknek. Mit javasolnál? Ilyen alap törvények, Jankótól és Zolitól a Check It Out-ról. Tanácsok. Például a legfontosabb, amit egyébként számtalanszor elkövettem, és nem kellett volna, pedig nagyon alapvető dolog, hogy amikor minuszban vagy egy kriptóval, ne akkor kezdj el adogatni, ne akkor szállja ki, mert a másik megy egyébként. Azt tudni kell, hogy mindig a más tokenem megy, érted? Tehát amiben benne vagy, amiben már beleraktad, hiába lementünk 30-40%-ot, maradja magadnak, azt kezdj el inkább mást akkumulálgatni magadnak, de amiben benne vagy, akkor ne szállj ki minuszba. Ha várni kell, érted? Az első leckéje a kriptónak szerintem, mint a Star Wars-ban Yoda mondja, hogy a türelmet kell megtanulni. Ez az első. Igen. Ez, akkor mondok én is egyet, amit igazándiból azért tudok, mert elkövettem ezt a hibát én is. CoinMarketCap a barátod. CoinMarketCap-en fönn van minden fontos dolog. Ha nem a CoinMarketCap-en, akkor a CoinGecko-n. És indulnak ilyen projektek, friss projektek, amiknek a contract address-ét, tehát a címét beszkemelik 5-6-an legalább, és hogyha felmész a KuCoin-ra, és csak a projekt nevét írod be, kiad mondjuk elsőnek egy címet, és tuti, hogy kamu címet ad ki, nem biztos, de tuti, hogy lesz benne egy kamu, és hogyha abba belevásárolsz, ment minden a levesbe. Ez az én egyik tanácsom. Pontosan. Akkor folytassuk innen a KuCoin-tól. Tehát például a CoinMarketCap-en nem mindig látod a tényleges aktuális árat. Vannak, amikor 20 perces, fél órás, órás csúszások vannak. Tehát amikor valamivel kereskedni, szeretné belőle eladni, vagy még rávenni, akkor ne a CoinMarketCap ára alapján döntsé, fiam, hanem menjél fel valami real-time adatszolgáltatóra, ami például a BSC-nél ugye a KuCoin, és akkor van még a DexTools, meg nem tudom, ha még tudsz valamit esetleg sorolgasni, mert ott tényleg meg tudod nézni percre pontosan, hogy hol tart a téma. Nagyon fontos, hogy használj TradingView-t is. Tehát elemezd ki a chartot. Nyilván az ilyen gaming tokeneknek technikai elemzése teljesen fölösleges szerintem,
Viszont az ilyen komolyabb projektekre, hogyha belevágsz egy komolyabb projektben, mondjuk egy blockchain technológiának a projektjébe, hogy az egyik nagy kedvencem a Hedera, a Hashgraph, tehát a Hederának a ugye Hashgraph technológia, bele kell nézegetni a chartba is, rajzolgassad a saját tudásod alapján össze azt a chartot mindenféle emócióval, meg sündisznóval, meg ilyen csészékkel, meg minden szarral rajzold össze, elemezd, és utána dönts, és utána ér belőle. Így bizony. És, ami nagyon fontos még, Jankó, bocs, hogy én mondom a következőt, ami nagyon fontos, mindig arról beszélünk, hogy vigyázz a negatív, ne szállj ki így, hogy amúgy, de. Ami nagyon fontos, hogyha profitba vagy és pluszba vagy, akár egy játékprojektbe, akár mi, én arra szoktam törekedni, hogy a tőkémet kivegyem belőle. Nyilván, mivel kevesebb pénz lesz akkor benne, mivel a tőkémet kivontam, nyilván, hogyha még följebb megy, kevesebbet fogok profitálni. De a rizikót lecsökkentettem abban a pillanatban nullára, a többi az már csak easy free money. Abszolút. Felfelé mindig eladogatunk egy picin csomagocskákat. Az se szabad egyébként egybe szerintem, mert sokkal rosszabb lesz a kedved, mikor eladtál egy nagy csomagot, az két nap múlva még kétszer annyi. Mindig csak egy picit csipegessé ki belőle. Amikor meg nem vagyunk, elindulunk lefelé, akkor meg mindig veszegessé be a puttonyba egy kicsikét visszaakumulálni. Így nem van. Tudom, most hirtelen nagyon sok minden ma nem jut eszembe, pedig azért erről lehetne egyébként napokat beszélni, hogy mit kéne, hogy kéne. A legjobb egyébként a saját tapasztalat, de az a jó, hogy vannak itt az emberek, akik már, mint például te is igazából egy ős kriptós vagy hozzám képes, de nekem még pejhetszik a kriptoszakállam, hogy érted, tőlednek azért lehet tanulni egy csomó minden ilyen új dolgot, ami egyébként régi technika. Nekem a rendes szakállam feljegyzik csak igazán. Jó, mit szólsz, Jankó, az aktuális piaci helyzethez? Hogy vészeled át ezt a... Nem akarom azt mondani, hogy medvepiac, mert mindenki rávegye, vagy medve van, vagy bika van. Nem, most aktuális helyzet van. Hogy vészeled át? Hogy... Aktuális. Szerintem, ahogy valamelyik videómban én is mondtam, hogy ez szerintem egy bika piacon belül egy extrém medvés periódus. Tehát nem kell itt sírni, meg ríni. Én nem tudom, hány ilyet kiültem már, azért volt egy pár ilyen, érted, tényleg kényelmetlen a dolog, de azt is meg kell tanulni, ha vagy olyan állapotban anyagilag, hogy megteheted, hogy itt ilyenkor, én úgy vészelem át, én vásárolom. Ezt tudom csinálni. Két portfólióm van egyébként, van egy régi, amit ugye akkor kezdtem el, amikor az egészet elkezdtem, és most péntek 13-kor elkezdtem megint akkumulálni, amit egy külön portfólióként kezelek. De most megmondom őszintén, az új portfólióban azért mínuszban van, még így is, hogy mindent fél áron vettem, mert még azóta is putypánkodunk lefelé, de nem érdekel, és pont ezért nem szabad például egybe érted belehagyigálni több százezereket, több milliókat, mert még holnap is mehetünk lejjebb, meg még holnap után is mehetünk lejjebb, azt úgy kell összecsipegetni, érted a betevőt a puttonyba. Az eredeti portfólióm az meg már mind ajándékpénz úgy, ahogy van, tehát pont ezért vagyok nyugodt. Mert hogy én ezt láttam, ezt az egészet, hogy ez milyen hullámokkal jár, milyen sírásokkal, milyen nagy nevetős nyerítésekkel jár, amikor pluszban vagyunk, érted? Mindig van minek örülni, érted? Én így legalább most az új portfólióval kétszer fogok tudni mi a ünnepelni, egyszer, amikor nullal leszek, meg egyszer, amikor pozitívban. Na, ennek akkor örülni. Arra bontunk majd egy jó pezsgőt. Jó lesz. Jó van, figyelj, Jankó, én tényleg annyit tudok ezt még hozzátenni, mert elmondtam mindent, amire gondoltam, hogy igazándiból ezekre a helyzetekre, amikor az oldalazás van, vagy lefele menet, a darab számot kell növelni. Ezért szoktam yield farmolni, ezért szoktam ilyenkor vásárolgatni, mert igazándiból a darab szám az egyre több lesz, az értéke nyilván csökken, de amikor jön egy bika piac, akit mindenki vár, az áhított bika piac, akkor megy fölfele az ár, és igazándiból azzal, hogy a darabszámot növeled is mondjuk egy yield farmnál, csökkented a veszteségedet is, mert ugye egyre többed van, ami egyre kevesebbet ér, ugye? De arra is figyelni kell, hogy nem minden esetben a piacra megy lefele egy ár, hogyha egy projekt szar, akkor a projektnek az ára megy le, nem pedig a piaci hangulattal megy le, akkor azt el kell engedni. Nagyon-nagyon rossz dolog, és nagyon fáj. Egyik nagy kedvenc projektem a Polychain Monsters, és sajnos azt kell mondanom, hogy elengedtem azt a projektet, mert csalódtam is benne, és az ára nagyon lefele megy, lehet, hogy nagyon meg fogom bánni. Nagyon jól jártam azzal a projektem, mert nagyon sok X-et kiszedtem belőle egy menet közben, hogy panaszom nincsen rá, de sajnos úgy érzem, hogy el kell engedni, és ez ilyenkor fáj.
Vannak ilyenek. Amúgy nekem most a legjobban a Darts 5, mert az annyira elszenvedte magát, hogy rossz nézni, de kivárjuk. Abban szerintem még mindig van valami. Tehát elindultak a métafutamok, tesztelgetik, mit tudom én. De még az is egy nagyon korai projekt. A lóverseny az már pedig ilyen, elviszi a pénzt hamar. Ja. Na jó van, Janko, tényleg teljesen örültem, hogy össze tudtunk hozni egy ilyen videót. Esetleg mondanál még valamit a nézőknek így a vége fele, vagy van még kérdésed, véleményed? Az abból annyit mondanék, amit mindig szoktam mondogatni. Ne így ilyesülre senkinek, kutakodjál, alakíts ki a saját valóságodat, a saját véleményedet, és előre kriptomasinisták! Hol maradt a kiáltás? Előre kriptomasinisták! Sziasztok! Ciao, Janko! Sziasztok! Nekem a pénz bitcoinra kell, hosszú távon gyarapszik, nem inflálódik el. Abból veszem meg a pulyának a Balatont, Szatosiba letettem meg a halakat, hó. Megnyomtam neki a pofáját, mert...